Jó reggelt kívánok! Mesterházi Attila a vendégünk, aki most a Külügyi Bizottság szocialista tagja, és van is fokozódó nemzetközi helyzet. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Kezdjük először azzal, de aztán persze belpolitikai témánk is van bőven. Szóval itt van mindjárt az iszlám állam és az azzal szembeni fegyveres fellépés, amivel kapcsolatban azt mondta a külügyminiszter, hogy kötelességünk részt venni ebben az akcióban, és az Amerikai Egyesült Államoktól már meg is érkezett erre a felkérés. Az MSZP, amennyire a sajtóból egyáltalán ezt tudni lehet, nem kifejezetten támogatja. Miért nem? Igazából mi szeretnénk összegyűjteni az információkat, hogy egy felelős döntés lehessen hozni. Éppen ezért tegnap a Külügyi Bizottságban, ma pedig a Nemzetbiztonság és Honvédelmi Bizottság együttes ülésén tájékozódnak a kollégák arról, hogy mit kértek pontosan tőlünk, milyen biztonsági kockázatok azt kell szembenézni Magyarországnak, az ott kint dolgozó katonáknak, vagy éppen a különböző külképviseleteinknek, hiszen ez teljesen világos, hogyha egy ilyen iszlám állam elleni koalícióban részt veszünk, akkor Magyarország terrorfenyegetettsége, vagy annak kockázata nőni fog, ez egészen biztos. Tehát azt mondja, hogy nem csak az lesz a kérdés, hogy azok a katonák mekkora veszélynek vannak kitéve, akiket oda küldünk, hanem onnantól kezdve az is kérdés lesz, hogy mikor robbantanak egy budapesti piacon, vagy bárhol? Hát, talán nem, de három kockázati tényező biztos, hogy van. Az egy a kinti katonáknak az élete, helyzete, hogy ott milyen körülmények között, milyen felszereltséggel kell, hogy elvégezzék a milyen feladatukat. A második, hogy Magyarországon a terrorfenyegetettségnek a kockázata nő-e. És a harmadik, hogy a magyar állam képviseletében külföldön működő különböző intézmények, nagykövetségek, stb. Azoknak a biztonsági kockázata mennyire nő. És mi kell ahhoz, mit akarnak ahhoz hallani, hogy támogassák ezt az egészet? Hát egyrészt az összes információt, kettő megnyugtató válaszokat arra, hogy ezeket a kockázatokat, amiről tegnap a külügyminiszter úr elismerte, hogy ezek a kockázatok nőni fognak. Hát józanul mindenki pontosan tudja, hogy egy ilyen részvétel esetén nő Magyarországgal szembeni a biztonsági kockázat, hogy ezekre valamilyen megnyugtató választ tud adni. Tehát magyarul, hogy felkészült rá a honvédség, az elhárítás, a hírszerzés Magyarországon. Bármennyire felkészülnek rá, az biztos, hogy veszélynek lesznek kitéve azok is, akik oda mennek, és nagyobb veszélynek lesznek kitéve azok is, akik itt élnek Magyarországon. Ön szerint alapvetően ez vállalható? Egyetért azzal, hogy az erkölcsi kötelességünk ezt indokolja? Nézd, ez mindig egy nagyon nehéz döntés minden állam esetében, akik részt vesznek bármilyen misszióba, legyen szó Afganisztán, Irak, vagy éppen az ISIS elleni, iszlám állam elleni harcban. Éppen ezért én a bizottságban azt is firtattam, és azt is megkérdőjeleztem, hogy mi az oka, amiért a Fidesz ezt a szerepvállalást úgymond erőlteti most Magyarországon, hiszen egyik oldalról természetesen adja magát az az értelmezés, amit ön is mond, hogy hát ilyen állatcselekedeteket végző terrorszervezettel szemben mindenkinek kötelessége fellépni, hiszen bejárta a világhálót számos hír, a hírcsatornákat, hogy milyen kegyetlen módon járnak el ezek a terroristák különböző vallású, különböző országból érkező emberekkel szemben. De másik oldalról kiszivárgott egy olyan hír is a Fidesz frakció üléséről, hogy a miniszterelnök pusztán azzal győzködte a Fidesz frakció tagjait, hogy azért kell ebben a misszióban részt vennünk, mert ezáltal az ő belpolitikai mozgástere bővülhet, hiszen akkor Amerika nem fogja nyomás alá helyezni a magyar kormányt egyéb más ügyekben. Most erre mondtuk mi azt, hogy hát pusztán azért, hogy Orbán Viktor belpolitikai mozgástere nőjön, azért ne küldjünk katonákat külföldre. De persze nem biztos, hogy ez a két dolog ugyanaz. Még a megfelelésért se, hiszen Németh Zsolt bizottsági elnök pedig a bizottságban tegnap úgy fogalmazott, hogy ez egy olyan üzenet, ami a mi elkötelezettségünket világosan mutatja az Egyesült Államok felé. Erre is azt mondtam, hogy miközben én atlantista vagyok, eközben azt mondtam, hogy nem azért kell katonákat küldeni külföldre, hogy mi az elkötelezettségünket mutassuk, az túl drága az élete is, meg a maga a küldetés is ebben az esetben, hanem meggyőződésből, azok miatt, az értékek miatt, vagy amiatt, mert egyetértünk azzal a küzdelemmel, amit egyébként az Egyesült Államok fog össze, és amiben Magyarországnak is én értem, mert helye lehet, mint részvevő partner. De nyilván nehéz lehet Orbán Viktor fejébe belelátni, de az, hogy ő
miért akar valamit, az nem jelenti azt, hogy önök nem akarhatják történetesen ugyanazt másokok miatt. Természetesen, csak nem mindegy, hogy mi a kormányzatnak a motivációja, hiszen egyik esetben hazudnak, másik esetben meg van egy őszinte kezdeményezés, amiben hisznek. Szerintem a kettő között van jelentős különbség. Talán az sem mindegy, hogy milyen országok vesznek még részt ebben a kezdeményezésben. Most már ebbe a koalícióban 60-62 ország vesz részt, tehát több ország, mint például a NATO-nak ahány tagállama van. Ez egy viszonylag széles koalíciót jelent. Vannak olyanok, akik harci szerepkörben is részt vesznek, vannak, akik inkább olyan szerepkörben, ilyen úgymond segítő, támogató szerepkörben, és vannak, aki humanitárius módon. Épp ezért mi például azt is javasoltuk, hogy ezt is kérdeztem tegnap a külügyminiszter úrtól, hogy van-e más típusú szerepvállalás, mint hogy kiküldünk 100 katonát objektumvédelemre és különböző úgymond mozgások, konvojok biztosítására, akár orvos egészségügyi ellátás, vagy sok minden más is szóba kerülhet. Ő azt mondta, hogy nincsen, erre az egyre érkezett felkérés az Egyesült Államokból, tehát hogy 100 katonát ott külföldön, 50-et pedig itthon tartalékban álmásosztatjuk. Milyen formában érkezett ez a felkérés, ezt látta valaki? Ezt is firtattuk, mert folyamatosan arról beszéltek először, hogy a németek kérték, aztán kiderült, hogy a németek nem kérték, akkor azt mondták, hogy valamilyen formában az amerikaiak kérték. Mostanra az derült ki, hogy egy katonai csatornán érkező megkeresés jött Magyarországra, ami az Egyesült Államokból érkezett, hiszen ők fogják össze ezt a koalíciót. Maga, ahova egyébként a magyar katonának mennének, az egy észak-iraki terület, és lenne egy területi korlátozása is az ő szerepvállalásuknak, tehát magyarul az országon belül nem mehetnének máshová. Ugyan nem harci feladatokra mennének ki a magyar katonák, de az tény is való, hogy amikor védenek valamit, akkor ott abban a térségben, ugye nem a legbiztonságosabb térség a világnak, bármi megtörténhet, tehát harci cselekményekbe is bonyolódhatnak, nehogy Isten, hogyha olyan helyzetbe kerülnek. Ha ez nem fordulhatna elő, akkor nem kellene védeni ezeket az objektumokat. Ha már Amerikánál tartunk, mit szól ahhoz, hogy Orbán Viktor találkozott az amerikai nagykövettel? Azt nem tudom, hogy ezt elmondta neki, hogy tőlünk tanultuk hogy ők mit tőlünk tanulták a demokráciát, és ezért mosolygunk, amikor most leckésztetni próbálnak belőle. Hát ugye végre sikerült, tehát ugye azért az Amerikai Egyesült Államok elnöke, jól emlékszem, február 19-én, tehát durván 2 hónapja érkezett Magyarországra. Ez egészen szokatlan, hogy ilyen hosszú időn keresztül váratják egy fontos országnak a nagykövetét, hiszen a nagykövet asszony, ha jól hallottam a sajtóval, többször kért már időpontot a miniszterelnöktől. Például egy szimbolikus gesztus lehetett volna, hogyha Putyin elnök Magyarországra látogatása előtt fogadja az amerikai nagykövetet, ezzel is lehetett volna demonstrálni azt, hogy Magyarország tudja, hogy milyen szövetségesi rendszerhez tartozik, de summa summarum végül sikerült találkozniuk, és hát remélem, hogy ebből a találkozásból aztán egy rendszeres későbbi kapcsolat is lesz. A déli nyitásnak pedig megvan az első sikere, eladtunk azt hiszem napos ennyit, 100 000 napos csibét, igen, és 30 000 tojást Eritreába. Így van, világ egyik legszegényebb országába, és azt hiszem, hogy nagyságrendileg, hát nem szabad semmit sem persze leértéken, de egy 60 millió forintos üzletet sikerült kötni, erről a külügyminisztérium egy hosszas közleményben számolt be. Én azt gondolom, hogy megint ez egy PR akció, ugyanolyan, mint amilyen a keleti nyitás volt. Mi azért kritizáltuk, én személyesen is azért kritizáltam a keleti nyitást, mert nem hozza az eredményeket. Tehát, hogy az, amit ők mondanak, mármint a kormánya, a Fidesz, az nem valósult meg, hiszen ha megnézzük az export-import adatokat, akkor pont mondjuk Oroszország esetében csökkentek 10-15%-ot, és nem csak az embargó miatt ezek az adatok. Tehát látjuk, hogy kitalál valamit a kormány, valami jól hangzó PR szlogent, az elkezd ragaszkodni, a súlykolja, viszont amikor megnézzük az eredményeket, vagy számon kérjük rajtuk az eredményeket, akkor az látszik, hogy az Európai Unió országaival nő a kereskedelmünk, miközben a keleti nyitás érintettjeivel, úgymond például a fák országok tagállamaival pedig csökken a kereskedelmi forgalmunk, tehát ebből látszik, hogy ez egy humbug, semmiféleképpen nem tudtak eredményeket elérni. Ezért is bukott meg a keleti nyitás. Ez már belpolitika, de Orbán Viktor a parlamentben az ügynökváddal kapcsolatban azt mondta, miközben visszautasította a vádakat, hogy büszke arra, hogy 25 évet tett bele abba, hogy a kommunisták még felvizezett, hosszú lépéses formában se térhessenek vissza. Ez lenne ön szerint az MSZP? Nem, szerintem az MSZNP-s kormány tagjaira gondolt biztos. Azok a felvizezett, hosszú lépéses formájában? Hát csak arra gondolom, a kormányában viszonylag sok államtitkár van, vagy
vagy éppen miniszter, aki az MSZMP-nek volt a tagja, sőt, nagyon sok kis titkár, kis vezető is van, Dajs Tamástól kezdve éppen Orbán Viktor. Én is próbálok ironizálni, hogy azért 25 éve a rendszerváltás után, miközben nem cáfolja világosan a miniszterelnök a vele felhozott vádakat, az nem egy cáfa alatt, hogy azt mondja, hogy hát nevetséges ez a dolog, és ezt nem is cáfolja, hanem igazából egy kocsmába jó leütni az illetőt, hogyha erről szól lenne. Én azt látom, hogy oda kell figyelni arra, hogy mit mond manapság Simicska Lajos, hiszen talán éppen az ön műsorában mondta el ezeket a mondatokat. Itt két olyan emberről van szó, akik 25-30 éve barátok, tehát együtt élték az életüket politikusként is, talán egy picit magánemberként is. Éppen ezért, hogyha az egyik azt mondja a másikról, hogy róla jelentenie kellett a katonaságnál, csak ők megbeszélték azt, hogy majd mit írjanak ezekbe a jelentésekbe, akkor joggal merül fel az a kérdés, hogy volt-e más katonatársa Orbán Viktornak, akiről szintén kellett a miniszterelnöknek jelentenie, velük is megbeszélte esetleg azt, hogy majd mit írjanak a jelentésekbe, vagy velük nem beszélte meg, hanem csak egyszerűen bediktálta, mint társadalmi kapcsolata róluk szóló gondolatait, és bizony az is egy kérdés, hogy ezekből az adatokból kerülhetette bármi Moszkvába, nem csak a miniszterelnök miatt, de hát az ő személyében ez azért érdekes, mert ha zsarolható egy miniszterelnök bárki által is, az bizony nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és hogyha Oroszország kezében vannak ilyen adatok, akkor azt minél gyorsabban ki kell vizsgálni. És a másik része ennek az ügynek, amit Siffer András vetett föl a parlamentben, és most már 8-szor kezdeményezi, mi ezt maximálisan támogattuk, hogy miért nem lehet ezeket az ügynök listákat teljesen nyilvánosságra hozni. Hát talán ez a legfontosabb kérdés egyébként, mert akkor Orbán Viktor is és sokan mások sokkal könnyebben tisztázhatnák. Mi a magunk részéről azt mondjuk, én emlékszem rá, már talán 2002-3-ban én a parlamentben teljesen új képviselőként, akkor is napirenden volt az az ügy, amellett szálltam síkra, hogy legyen teljes nyilvánosság, mondjuk és azóta is mindig ezt képviselő. Így van, de aztán utána minden olyan beadványunkat, amit beadtunk, azt a Fidesz leszavazott folyamatosan. Tehát én de magam most is én nem arról beszélt, olyan... hogy mi történt utána, hanem hogy hát történhetett volna valami alatt, amíg még a Fidesz ez így van, ez így van. Tehát én azt mondom, hogy éppen azért szorgalmazom most is, és amikor pártelnök voltam, akkor is végig azt szorgalmaztam, ilyen típusú alkotmánymódosítás is adtunk be, hogy teljes nyilvánosságot kell adni ezeknek az aktáknak, mert csak úgy lehet lezárni ezt a kérdést, venni kell egy nagy, úgymond politikai levegőt, és egyszer mindenkorra a nyilvánossággal húzni egy határt, és onnétől kezdve nincsenek ezek a viták már, hogy ki volt ügynök, ki nem, ki milyen formában, hanem teljesen nyilvánosak ezek a kérdések. Vita most éppen arról bontakozik ki, hogy miről szól majd a tapolcai időközi választás. Gulyás Gergely azt mondta, hogy aki azt állítja, hogy a kétharmadról, az hazudik. Hát nézze, sok butaságot mond Gulyás Gergely különböző funkcióiba, tehát ezt hadd ne kommentáljam. Nagyon egyszerűen egyrészt a tapolcai, ajkai, sümegi és a térségben élő emberekről szól ez a kampány. Én történetesen 2006-ban, akkor még más volt a választókerület, akkor tapolca, sümeg választókerületben indultam képviselőjelöltként, tehát nagyon jól ismerem, a szüleim onnét származnak, nagyszüleim Zalahalápról, Tapolca mellől. Tehát nagyon jól ismerem ezt a térséget. Az ottani emberek gondjáról szól, például Tapolca esetében arról, hogy miért kellett bezárni a kórházat, miért nem tett valamit a Fidesz annak érdekében, hogy ne ajkára kelljen átjárni az embereknek. A kétharmadnak ilyen értelemben nem a kétharmadról szól, hiszen most sincsen kétharmadja már, hál' Istennek, a kormánynak a veszprémi győzelem kapcsán, de arról igenis szól, ha már országos okot kell keresni a helyi emberek ügyén túl, hogy bizony, láthatóan a Fidesz újabb lépésekben gyengül-e meg, és ez kézzelfogható-e az emberek számára. Ez azért nagyon fontos, mert ez nem csak az ellenzéknek egy pozitív jelzés, hogy meg sikerül nyerni egy választói körzetet, ez természetesen nagyon fontos, de én ugyanolyan fontosnak látom azt, hogy a kormányzatnak is egy jelzés, hogy a saját szavazóiknak sem tetszik már az, amit csinálnak, és talán ez az ország érdekét is szolgálja, hogyha rájön Orbán Viktor, hogy a hatalma az nem terjed a végtelenben. Köszönöm szépen, hogy én köszönöm.